Good evening. Join me. This is Drug Report Derek News. Promise. Life. Drug Report Derek News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Sziasztok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drug Reporter világhíradója, ami a drogpolitikai hírekről és fejleményekről tudósít havi rendszerességgel. Az USA két újabb állama legálissá tette a kannabiszt. Maryland és Missouri csatlakozott ahhoz a 19 másik államhoz, amelyek korábban már legálissá tették a kannabisz nem gyógyászati célú használatát és forgalmazását az USA-ban. Három másik államban azonban, Arizonában, Dél- és Észak-Dakotában, ezúttal a választók többsége elutasította a legalizációt. Marylandben az új szabályozás szerint másfél uncia, azaz mintegy 40 g-nyi kannabiszt lehet majd személyes használatra magánál tartania a 21 éven felüli polgároknak, míg Missouriban kétszer ekkora mennyiség is legálisnak minősül majd. Eközben az amerikai törvényhozás alsóházában is vitát folytatnak a képviselők a kannabisz szövetségi szintű legalizációjáról. A képviselőház november 15-én meghallgatást tartott a témában, ahol a képviselők jelentős része a reform mellett foglalt állást. Colorado dekriminalizálja pszichedelikus szerek fogyasztását. A november 8-i népszavazáson a polgárok többsége támogatta azt a kezdeményezést, aminek a révén Colorado, Oregon állam után az USA második olyan államává válik, ahol nem büntetik a pszichedelikus növényi szerek, mint például a varázsgomba fogyasztását. A 122. számú népszavazási kezdeményezés arról rendelkezik, hogy többek között a pszilocibin, a meszkalén, a DMT és az ibogain nevű pszichedelikus hatóanyagot tartalmazó növényi szereket maguknál tartók ellen a rendőrség nem járhat el. Az új törvény azonban nem vonatkozik a kereskedelemre, ami továbbra is büntetendő marad. Jerry Polis kormányzó üdvözölte a reform sikerét, szerinte ezek a növényi pszichedelikumok fontos szerepet fognak betölteni a jövőben a mentális problémák kezelésében. Kiszivárogtak a német legalizáció részletei. A német sajtó is lehozta annak a 12 pontból álló dokumentumnak a részleteit, amelyet a német egészségügyi miniszter küldött el a szövetségi kormánynak a kannabisz legalizációjával kapcsolatos elképzeléseikről. A jelentés szerint a 18 éven felüli felnőttek számára engedélyezett lesz 20 g kannabisz vagy két tő növény személyes használatra történő tartása, termesztése. A kormányzat később fogja szabályozni, hogyan juthatnak hozzá az emberek kannabiszhoz speciális boltokban, amelyeket távol kell elhelyezni az iskoláktól, az ifjúsági központoktól. A szintetikus kannabinoidok forgalmazása, illetve a kannabisz reklámozása ezután is bűncselekmény marad. A legális kannabiszt a hazai piacon kell majd megtermelni, ugyanis a nemzetközi egyezmények tiltják a határokon átnyúló kannabisz kereskedelmet. A legalizációs törvénycsomagot várhatóan az év végéig fogják benyújtani a parlament elé. Olaszországban büntethetővé válik a rave partik szervezése. Az új, Giorgia Meloni által vezetett jobboldali olasz kormány egyik első intézkedése az volt, hogy bűncselekménnyé tette az engedély nélküli rave partik szervezését. A törvény módosítás szerint mindenki büntethetővé válik, aki legalább 50 fős olyan bulit szervez, ami a hatóságok értelmezése szerint veszélyt jelent a közbiztonságra és a közegészségre. A bűncselekmény 3-tól 6 évig terjedő szabadságvesztéssel és 10 000 euróig terjedő pénzbírsággal büntetendő. A kritikusok szerint azonban a törvény csak annyit fog elérni, hogy a bulizó fiatalok ezután rejtőzködni fognak, és így még több ártalomnak lesznek kitéve. A brazil drogellenes háború és a rasszizmus. A Drug Reporter munkatársa Takács István Gábor egy új, rövid dokumentumfilmet készített, ami a drogellenes háború rasszista természetét mutatja be Brazíliában. A filmet az Iniciativa Negra nevű, a fekete brazil droghasználók jogait védő szervezettek együttműködésben állították elő. Brazíliában a lakosság többsége mintegy 53%-a fekete bőrű, akik egykori Afrikából behurcolt rabszolgák leszármazottai. Soha nem kapták meg ugyanazt a politikai, gazdasági egyenlőséget, mint a fehér népesség. Az országban a drogellenes háború eszközzé vált arra, hogy a szegény, fekete lakosságot megfélemlítsék és rendszabályozzák. A film elérhető a Drug Reporter oldalán. Egy ártalomcsökkentő jogvédő parlamenti képviselő lett Dániában.
Nala Gottfredsen a Dán utcajogászok egyesületének alapító tagja, és évtizedek óta dolgozik már a koppenhágai utcákon élő hajléktalan drogfüggő emberekkel, védve a jogaikat és segítve őket az egészségük javításában. Mivel elege lett abból, hogy alulról nem tudott elérni dolgokat, a november elejé parlamenti választásokon ő is elindult a Mérsékeltek nevű Rasmussen volt miniszterelnök által alapított párt képviselőjeként. Gottfredsen szerint a miniszterelnök is ígéretet tett arra, hogy segíteni fogja a hajléktalan emberek érdekében hozott intézkedéseket. Ez volt már a Drug Reporter híradója. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Amennyiben ti is fontosnak tartjátok, hogy legyen hiteles tájékoztatás a drogpolitikával kapcsolatban Magyarországon is, akkor légy szíves támogassatok. Mi nem kapunk pénzt pénztáros Lőrinctől, csak a ti segítségetekkel tudjuk folytatni a munkánkat. Köszönjük, sziasztok! Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop, making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Their News. Today,